Kihirdetem a bíróság ítéletét. A bíróság a keresetet elutasítja. Ez a per nem mehetett túl azon, ami a per tárgya, a kereset tárgya. Tehát, hogy a bíróság azt eldöntse, hogy az írott, illetőleg a képi megjelenítésben kifogásolt kijelentések azok jó hírnevet sértőek-e, avagy sem. Jó, akkor vegyük külön. Tehát az elsőrendű alperes cikkben a felperes pontosan megjelölte, kiemelte a keresetlevelében az általa kifogásolt szavakat, mondatrészeket, szövegösszefüggéseket. Ezek pedig ugye az voltak, hogy amit kifogásolt a felperes, hogy a hírtévé kifejezetten elferdíti a tényeket, manipulál a hírtévé, szándékosan próbálják megtéveszteni közönségüket, alaptalan vádaskodásba belemegy, a manipulációt tudatosan felépítette, az oknyomozó riportnak beállított műsor szerkesztésében a hiteles újságírás alapszabályait sértette meg, és ez a mondat folytatódik később, arra majd egy rövid megjegyzést azért tenni. Az én meggyőződésem az, és én arra jutottam, hogy ezek valóban vonatkoznak magára a felperesre is, mint médiaszolgáltatóra, de ezek véleménynyilvánítások, amelyben az elsőrendű alperes az adott konkrét felperesi riport műsor kapcsán a műsor készítésnek és a műsor szerkesztésnek a kritikáját adta. Értelemszerűen adott esetben nem tudott elvonatkoztatni az elsőrendű alperes önmagától az ő társadalmi szervezet sajátosságaitól, jellegétől, de én azt mondom, hogy ezt a véleményt, ezt a műsorkészítés, a műsor szerkesztésre vonatkozó kritikát a felperesnek, mint a hírtelevízió médiaszolgáltatójának, és olyannak, aki maga is közéleti kérdésekben formál véleményt, méghozzá a közvéleményt befolyásoló módon, ezért nagyobb toleranciával eltűrni köteles. Csak hagy szabadjon egy megvilágítást, vagy egy saját gondolatot mondanom ehhez, ez a bizonyos utolsó kifogásolt mondat. Én úgy gondolom, hogy azért ez eléggé egyértelművé teszi a helyzetet. Felolvasom az egész mondatot. Az oknyomozó riportnak beállított műsor szerkesztésében a hiteles újságírás alapszabályait sértették meg. Ezt kifogásolja felperes. De ez a kifogásolt véleménynyilvánítás magyarázatot is ad, amit viszont a felperes nem kifogásolt. Ez pedig az, hogy azzal sértették meg a hiteles újságírás alapszabályait, hogy a felvételek összevágásakor csak azokat az információkat vették figyelembe, amelyek saját, előre megfogalmazott koncepciójukat igazolták. Két mondat rész. A második az, ami tényállítás, ami egyértelműen tényállítás. Hogy egy egyéni koncepció alapján történt műsorszerkesztés, ráadásul úgy, hogy igen, csak ezeket az információkat vették figyelembe. Ebből logikusan levont következtetés az, hogy úgy ítéli meg a műsorszerkesztés vonatkozásában az elsőrendű alperes, hogy a hiteles újságírás alapszabályai itt sérültek, de ez az ő véleménye. Nem mondott ennél többet, és semmiféleképpen sem fejezte ki ezt a kritikáját a felperesről, ami sértő, bántó lenne, és mindezt indokolatlanul és alaptalanul tennék. Tehát én azt mondom, hogy az elsőrendű alperes vonatkozásában a levont és véleményként megfogalmazott következtetéseket a véleménynyilvánítás szabadsága az igenis védi. A másodrendű alperes tekintetében, igen, ez egy érdekes jogi polémia volt, megmondom őszintén, tetszett, tehát érdekes volt. Azt kell, hogy mondjam, hogy a másodrendű alperesi állásponttal értek egyet ebben a kérdésben is. Önmagában, tehát ugye nem azt állította a másodrendű alperes ebben a két mondatban lényegében, mert nem volt több, hogy a felperes által sugárzott keresztmetszett műsorja, annak is az első, az kiegyensúlyozott műsor volt. Nem ezt mondta,
Hozzáteszem, hogy nagyon finom a megfogalmazás. Tehát igen, maradjunk ennyiben a jelzőt illetően. Ami egyértelműen a véleménye, és semmi több.